Üdvözlöm ismétel mindenkit! Most úgy is láthatunk itt egy tévét. Ez a tévének meg van maga a története. Jól látják, eléggé poros már. A tiszta volt javítva. 1997-ben lett véve, majd tönkrement 2013-ba. Kb. Olyan 15-16 évet, 10 évet fa. Nem ment minden nap használva, kb. Egy nap ment olyan 4 óra hosszát, kb. Ez a tévé olyan 10 éve lett szerintem tervezve, és akkor úgy kijött, hogy annál is kevesebbre. Az a lényeg, hogy ez a tévé meg lett véve. Egy olyan cégtől, ami még 1997-ben videókazettát, VHS-eket, tévéket árultak, meg antennákat, meg egyéb eszközöket, majd őtök lett a most meg kábelt veszetnek. Tehát látható, megletéve ez a tévé. Ez a Samsung tévé. És ezzel a tévé megsértette maga az egyénemnek a kifejlődését. Hogy elméletileg olyanná kell válni, mint a többi közmunkás. Mert a tévé az egy befolyásoló eszköz. Ha ön nem néz tévét, akkor azt hiszi, hogy nem tud miről beszélni. Nincsen szókincse, mert a tévé az ön tanítja. Arra tanítja, hogy azt csinálja, amit kell, mint a többi, amit a mások akarnak. És ez miatt, aki megvette nekem ezt a tévét, ezzel ártani akart. Hogy nehogy okosabb legyek nála. Szóval az a lényeg, mert ez a tévé. Mikor adják az adásokat. Adás leannak, avat befolyásolják teljes mértékben. Szerintem mai nap is így van. Ez még olyan 1997-es életben lett véve, akkor volt kemény három darab magyar csatorna rajta. Volt az M1, TV2, meg az RTL Klub. És erre kellett venni antennákat, meg egyéb más dolgokat, kápokat. És hogy lehessen nézni tévét. És képzeljék el, hogy én rengeteget tévéztem akkor is, aztán is. És majd itt jön a képen a kábelszolgáltató, majd 2006-ban át lett rakhatva kábelra. És hogy jön ide ez a kábelszolgáltató? Úgyhogy tönkrent az antenna, és becsapott a világ. Ismét látható, érteni kell. Most van az a szolgáltató. És az a szolgáltató, olyan tülüfett tévé, ők is tönkre fognak venni 21 év után. Mégis mondom miért. Jól lássák, hogy ez a tévében nincsen még digitális tuner, csak analóg van, és ők is mindig csak analógot adnak alapcsomagba. Nem képesek váltani digitálisra, nem képesek fejlődni. Kb. Valaki már napon bekötné a kábel tévét, a simát, sima tévé is már kb. Egy 10 eurót kell fizetni havonta. Vagy többet, nem követem őket. És az a lényeg, hogy semmilyen, és az a régi fajta analóg szabvány, ami van, ugyanazt rágyugják a kábelt, sőt, nem bírnak tévézni. Rossz minőségben, szemcséskép, egyéb más. És itt van tőlük lett féle tévé, őnekük is kb. 30 év után ugyanígy fog kinézni az üzletei, tiszta, porosak fognak lenni. És meg megérdemelték, mert ezzel, hogy azt merték állítani, hogy a gyermeknek tévét kell néznie. Ebben megsértették maga az emberi jogaimat. Ezt sem tudtam, hogy maga gyermeknek, 10 évesnek, tévére van szüksége. Tévét kell nézni. És több tudományos tény bebizonyította a pszichológia, a gyermekeknek a legveszélyesebb a tévénézés. 9-től 10 éves korra is veszélyezhette, mert pont akkor próbál maga az egyén kifejlődni. És ebben a kábel tévé megsértett engemet. Azzal, hogy ők azt merték mondani, hogy szükségem van kábel tévére. Nézessem a tévét.
ezzel teljes mértékben megsértették az emberi jogaimat, és akkor, meg az is, aki megvette ezt a tévét, mert tévé nélkül megvehet. Több tanulmányt olvastam arról, ilyen szokásokról, pedagógiai könyvet vettem egyszer Szabadkán a könyvvásárba, ki volt dobva, 50 dinárért, és be lett bizonyítva az a tény, hogy minél, hogy a buták szoktak tévét nézni, nem annyira műveltek, soká gyönképp a tanulási teljesítményük egyéb másba, gyönképp nem gondolkoznak, és most mindenkinek, komolyan most kell, mindenkinek a tévé. Ez a film eléggé régen lett kiadva, kb. Olyan 1970-es években, mert akkor is be lett bizonyítva, hogy a tévé az rontja a maga az egyéni kifejlődési tanulmányi eredményeket, kövérebbek lesznek, elhízzák magukat, egyéb más problémákat okozhat, és manapság szinte mindenhol van a tévé kérdezve, nem csak ilyen Samsung, hanem ki is alig lehet már, lehet venni már kb. 120 euróé akkora tévét, ami mindent lehet nézni rajta. Nagyba hirdetik. És szerintem ezzel el akarják nyomni a maga az embernek a felfogását. Az egyéni jogait. Hogy állandóan tévét néz, elmegy dolgozni, hazaér, felcsavarja a tévét. Csak az a baj, hogy a maga a tévé is tanít. Azt hiszi az ember, hogy pihen, a valóságban nem pihen, hanem azt figyeli, amit az állam megenged neki. Azt kifigyeli, hogy például eladnak egy műsort, híreket néz, tévéműsorokat, vannak ilyen filmek, a filmek is nagyobb részében figyelnek 2010-es évek elején, 2013 óta a filmek is mint olyan megváltoztak van egy kicsikét, ilyen szokásokra van betonítva minden, manipulálás jobban látszik, mint ilyen régebbi filmeken, nem volt olyan manipulálás, de most nagyon nagy a manipulálás is bennük, a viselkedési formákat át lehessen sajátítani, és azt hiszi maga az ember kell, hogy úgy kell viselkedni a közvilágban is, de el vannak tévedve, mert mindenkinek megvan maga joga, hogy viselkedjen, lehet teljesen, meg helytelenül, és ezt be a tévé segít, hogy megszüntesse ezt a jogokat, eltörülje, rászoktassa filmekben való viselkedésmódszerre, maga az alkoholizmusra, egyéb más izmusokra, utánzásokra, reklámokkal van tele, egyéb más károsok, károsítási tényezőkkel, faktorokkal, nem lehet sorolni, rengeteg van, és itt van maga a tévé, 1997-ben lett véve olyan cégtől, mi most egy nagy kábel szolgáltatóként üzemel, de szerintem ők sem felültek semennyi, hogy ugyanezt a mai napig adják azt a részét, hogy ez a tévé le tudja játszani, hogy néz ez már ki, azóta már eltelt kb. Olyan 21 év, és nem képesek felülni. Itt van maga ez a tévé, és bizonyítja, hogy kezdték, és most mivé váltak. Lehet, hogy így is fog, 30 év után volt üzleti elsőjük, így fog kinézni, tisztára porosak fognak lenni, pókhálósak, meg egyéb mások. És mi lesz velük? Én nem érdekel annyira. És itt van ez a maga a tévé, ami igenis károsít mindenkit, és mindenkit próbál befolyásolni. Lenne kicsike esze, ha nem nézne tévét, abszolút. Mert a tévé az káros. És egyszerűen mindig tévét néztem, aztán jó, elhisztam magamat, meg egyéb más. Próbált nevelni arra köznép tudományra, viselkedésre, és az a baj, hogy mindenki azt már másolja le, aztán mint ami marhák lesznek, elmennek dolgozni, hát az is egy megoldás, nagyon féltik az életüket, és dolgoznak, belenyugodnak, aztán hazaérnek, felcsavarják a tévét, nézik a tévéműsort, de nem pihennek, valóságban nem pihen, és mint ha az ajt próbálják átírni, nincsen joga, azt, hogy ő kell viselkedni, mint amit a tévében lát. Őszintén szóval, én az életemben nem fogok több tévét venni. Mert tudom, hogy a tévé befolyásol. Arra mennek a nagyhatalmak, hogy olyan filmeket, mi 2013 óta, hát a régebbi filmekben nem vett, amit szoktam nézni, 1900
60-asokat, hogy ott nincsen befolyásolás. Csak komédiák voltak a háború után, ilyen komikus filmek voltak, vígjátékok, ebben semmilyen szokás, megszoktatás nem volt. A mai filmekben arra mennek, hogy minél jobban befolyásoló tényező legyél, az utasság mit kell venni, inni, egyéb mások, főleg inni, alkoholizálni, drogázni, meg egyéb más csinálni. Erről szólt, mennie kell a üzletnek, hogy kell viselkedni, hogy kell ilyen problémákat megoldani. És azt hiszik, hogy úgy kell viselkedni, a problémák megoldása, a tévében van kiszűrve, hát aztok el vannak tévedve, az nem is úgy van. Igenis tudnak ellenállni a maga tévének, tévé csábításának. Szerintem ez a tévé az élet megvéve, hogy ezzel elnyomhassa az egyéni jogaim kifejlődését, maga az egyéniségem. Hát állandóan tévét néztem, és akkor így lett, így alakult, összeállt a kép a fejemben, hogy a tévé igenis káros, hogy fölösleges. Most komolyan, ki az, aki lefekszik, bámulja a tévét, és nem tud más kitalálni? Nem használja az agyát? Ez jó mégiscsak, mert vannak olyan, azt érzik, akik régebb ilyen 30 évi ezelőttiek, hogy voltak ilyen tudósok, Nobel-díjasok, most nagyon kevés van, ők tudtak, ha nem hiszek annyi tévét. Ezek meg rá van szoktatva a tévénézésre. Akárhol van, mész, van tévé már. Elmész az egészségházba, mi megy a tévé. És nézni, ott is megy a hűítés. Bámulás. Hát, ez a mai felfogás. Ez azért van így, mert maga a köznép megengedti magának. A köznép azt hiszi, hogy ezzel törődnek velük, de valóságban nem törődnek, hanem befolyásolják őket teljes mértékben. És akkor itt van ez a régi tévé, de most már nem ilyen gyártanak, hanem vékonyabbat, már most már az emberkék fognak mindig kövérebbek lenni a sok tévénézéstől. Ennyi lett volna a videóm. Köszönöm a figyelmeteket, ismétlen, szevasztok!